nem egy általános temetősétán vesznek részt, hanem kifejezetten vagy művészi szempontból értékes síremlékeket tekintünk meg, vagy pedig híres képző művészeknek a sírhelyét. február 16-án születtem itt, Kolozsvárt. Hát ez az ország életében egy sarkallatos dátum volt, akkor pár hónappal előtte ért véget a királyság Romániában, és abban az évben zajlottak a nagy államosítások, ipar, iskolák, kórházak, mozik, mindent államosítottak, és beindult a kommunista állam. És a következő év tavaszán, alig múltam egy éves, amikor történtek a nagy kitelepítések és kényszerlakhelyre helyezések, és a szüleim is beleestek ebbe a kategóriába, és én nekem is 14 évig ebben a helyzetben kellett élnem. Hogy miért estek bele a szüleim ebbe a csoportba, annak a magyarázata meglehetősen egyszerű, ugye osztályellenségnek, a nép elnyomóinak nyilvánították őket. Apai ágról ugyanis egy 1640-es évektől nemességet viselő, az úgynevezett dálnoki gál családból származom. Hát ez a család Székelyföldön, Háromszéken élt eleinte, lófők, később primorok voltak, századokon át a Székelyföldön éltek, míg aztán nekem egy ősapám, egy Gál Péter az 1840-es években megnősült, egy mezőbándi kovács családból való lányt vett el, ott valami kis hozománnyal földet is kaptak, és azután ez nagyon jól gazdálkodott, és már birtokosként adta tovább a megszerzetteket a fiainak, és a család kiterebélyesedett, úgyhogy az első világháború előtti időkben a mezőség egyik legnagyobb birtokos családja volt. A nagyapám 1900-től 1919-ig Mócson volt főszolgabíró, ott egy nagyon szép udvarházat építetett még 1900 táján, szép kerttel, körülötte parkkal, az ő idejében épült fel a Mócsi iskola, a Mócsi templom, amelynek főgondnoka volt az 1940-es évekig, ma is megvan az ülőhelye és fölötte a dálnoki gál címer. Édesapám is Mócson született 1912-ben, és aztán ő Kájánban kapott egy udvarházat, mikor már nagykorú lett, úgyhogy mikor megnősült, akkor édesanyámat is oda vitte, ez 1937-ben volt. Édesanyám ágáról egy mondhatni szintén székely eredetű, mert kibédi és kissolymosi előnévvel bíró gyergyai családból származom, de ez a család már az 1700-as évek elején Kolozsvár telepedett le, és házasság révén mondhatni minden patricius kolozsvári családdal rokonságba kerültünk. Az 1860-as évektől az az ág, amelyikből én származom, orvoskodni kezdett. Tehát dédnagyapám volt az első orvos a családban, aki még a Kolozsvári Egyetem megnyitása előtti időkben Bécsben szerezte az orvosi diplomáját.
Azután Franciaországban, Angliában képezte tovább magát, és az antiszeptikus sebészetnek a kolozsvári meghonosítója volt, majd vérátömlesztéssel kísérletezett a már megnyitott egyetem első sebészeti tanársegédeként, és ezzel bekerült a magyar, de talán az európai orvos történetbe nagyapám, Gyergyai Árpád, akit nevezhetünk ifjabb Gyergyai Árpádnak, aki aztán már Kolozsvárt végezte az egyetemet, és az 1910-es években fülorgégészetre szakosodott. Ő volt az első szakképzett fülorgégész Kolozsváron, és ezen a téren már az első világháború előtt megalakította az első fülorgégészeti klinikát, és egyetemi rendkívüli tanári szintre jutott el, majd a Trianon utáni helyzetben magánszanatóriumot vezetett Kolozsvárt, 1940-ben pedig Korvin koszorúval tüntették ki, és a újra megnyíló kolozsvári magyar egyetemen ő lett a fülorgégészetnek a professzora, egy ideig az orvosi kar dékáni tisztségét is betöltötte. Hát itt térjek vissza Mócsra. 1949-ben, akkor már csak nagymamám élt ottan, tehát őt és együtt a szüleimmel, meg engem, mint akkor éppen megszületettet, kényszerlakhelyre helyeztek Kolozsvárra. Hát Kolozsváron akkoriban még nagynénémnek nem vették el a házát a Monostori úton, úgyhogy amikor én megszülettem, azután már a Monostori úti sarokházba hoztak ki. Ottan volt egy egyemeletes ház, amelynek a két kis szobájába és teljes mondjuk berendezésébe költözhettünk. Hosszú ideig ez volt az a lakás, ahol volt minden, ahol volt előszoba, fürdőszoba, konyha, kamara, és hát itten éltünk egészen 1953-ig, 5 éves koromig. Ekkoriban már édesapámnak, édesanyámnak is munka után kellett néznie. Édesapám nagy autó, motorbicikli rajongó volt, 2-3 autót és motorbiciklit tartott. Nos, tehát édesapám ezt a szenvedélyét vette elő pénzkereső foglalkozásként, mert mikor a kényszerlakhelyre helyezés történt, akkor többet nem távozhatott el a városból, csak különleges rendőrségi engedéllyel léphetett ki a város határain, és éppen ezért a városi közműveknél jelentkezett, hogy ott vállalna sofőri állást. Hát először egy autóbusz sofőrje lett, pár hétig azzal járta a várost, aztán hívatták a városi közüzemeknek, ahogy akkor nevezték az igazgatóságára, ahol közölték vele, hogy hát egy autóbusz nem bízhatnak egy volt földbirtokosra, egy megbízhatatlan személyre, úgyhogy ott nem dolgozhatik tovább, hát akkor kérte, hogy taxira helyezzék. Pár hétig taxin is sofőrködött, akkor már megint hívta az igazgató egy bizonyos Veres Pál nevű ismert illegális kommunista, aki akkor a város egyik nagyon befolyásos embere volt, és közölte vele, hogy báró úr, mert így szólították akkoriban, ha bár nem volt báró, báró úr, megbeszéltük a pártbizottságba, csak kétféle autó között válogathat. Vagy szemetes kocsi sofőr lesz, vagy buditakarító sofőr. Aztán kap két embert, azokkal dolgozhat. Hát hazament édesapám, s otthon elmesélte
nagymamám előtt, hogy milyen ajánlatot kapott, miközött válogathat. Hát nagymamám akkor kétségbe esve szólt neki, hogy hát Gyurka, nehogy a buditakarítót választ, mert akkor az összes ruhát, sőt a hajad, bőröd is bűzleni fog, azt nem fogod tudni lemosni magadról, itthon is állandóan érezni fogjuk rajtad. Hát így aztán édesapám a szemetes kocsit választotta, rövidesen ő lett Kolozsvár szemetes bárója, vagy pipás bárója, a belvárosi főbb utcák egyik másikán hordta el naponta rendszeresen a szemetet, hanem 1953-ban egy rettentő csapás érte a családunkat, közben államosították azt a házat, ami a nagynéném tulajdona volt, amiben laktunk. 53 egy, ha jól emlékszem, őszi napján, késő este megjelent egy teherautó két katonával, és egy papírt hoztak, közölték, hogy ezt a lakást másnak utalták ki. És minket még aznap elszállítanak onnan. Hogy hová, azt csak annyit tudtak meg a szüleim, hogy valahol Kolozsvár külvárosába. És aztán felrakták szinte minden bútorunkat a teherautóra, édesapám, édesanyám beült a sofőr mellé, és felvitték őket a Szőlő utca 33 szám alá. Ez az az utca, amelyikben ma a Recuperare rehabilitációs kórház működik, az a másik oldalon. Ez volt az utolsó villa abban az utcában. Onnan még két parasztház jött, és akkor ott volt a Csillagvizsgáló utca, amelyiknek már a déli felén kukoricás volt. Ott laktunk 1955-ig, mindössze két évig. Az udvaron volt lefolyó és vízcsap, amit télen mindig szalmával betekertek, hogy be ne fagyjon, és vederrel vittük be a vizet, és aztán a budi az valahol kirándulásnyira a kert végében feküdt, és oda jártunk. Ilyen volt a körülmény, de hát az akkori ilyen diós családok mindegyike ilyen körülmények között lakott. 55-ben aztán édesapám valahogy elintézte, hogy leköltözzünk a Király utcába. Hát az a lakás se volt valami jó dolog, de legalább benn volt a belvárosban, a város szívében mondhatom. Itt hátul az udvarban valószínűleg istálók voltak, és azokat alakították át inkább műhelyé, amikor mi beleköltöztünk. A WC az végig kint volt az udvaron, oda járt a fél udvar, aztán rendre kiki valahogy komfortosabbá tette a lakását. Nagy csoda volt a belváros, ugye, hát aszfaltos utcák, minden megváltozott meglehetősen az életrendünk. Engem beírattak a református kollégiumba, ami akkor már nem volt református kollégium, hiszen 48-ban államosították, de kettes számú fiú líceum, magyar tannyelvű fiú líceum volt a neve. Aztán 1959-ben a nagy egyesítési lázban, mikor a Bábest a bójaival egyesítették, létrejött a Bábes-Bójai Egyetem, ez volt tavasszal. Tavasszal elnevezték az iskolánkat Ady Endréről. A régi kollégium épületben, a Farkas utcaiban, amiben ma működik az újra alakított református kollégium, ott egy román tannyelvű líceum volt, amit egyszerre az Ady név adásával György és Sinkályról neveztek el, és mit ad ég ősszel, szeptemberben kisütötték, hogy a két iskolát egyesíteni kell, mert hát ha az egyetemen jól ment az egyesítés, akkor az iskoláknál is hasznos lesz, és így született meg az Ady Sinkály Líceum. És én ott maradtam helyben abban az iskolában, és kellett látnom, hogy a tanári kar is hogy épül le ebben a vegyes iskolában. Aki tehette, onnan elmenekült. Az a pár tanár, aki ott maradt, hát nem merném mondani, hogy a város legjobb tanárai közé tartozott.
érettségi előtti évben már a szüleim kényszergettek, hogy így mondjam, hogy menjek orvosira. Ez a családi tradíció. Az orvosoknál nézik legkevésbé a származást. Az anatómia, a fizika nem is jelentett problémát, de a kémiával nehezen tudtam megbarátkozni. És akkor én azt mondtam, hogy én a kémiát soha meg nem tanulom, én megyek angol-magyar szakra, mert azt, ami oda kell, azt nagyon jól tudom. Magyarból például nem is kellett felvételizni, kellett román nyelvből, román irodalomból és angolból. Most bejutottam az angol-magyar szakra, hát azt mondhatom, hogy az az öt esztendő életem talán legszebb, legemlékezetesebb időszaka maradt. Valósággal beleéltem magam a diák életbe. Mondjam azt, hogy a tanév nagy részében szinte szórakoztunk, éltük a diák életet, és aztán jött a szesszió, akkor én beültem a könyvtárba, sajnos a Király utcában még egy íróasztalom se nagyon volt, nem nagyon tudtam tanulni, de az egyetemi könyvtárban ott hajnalban 7 órára elmentem számot váltani, megkaptam azt az asztalt, és az este 10-ig az én kis íróasztalom volt, oda minden könyvet, ami kellett, kikérhettem. Hát magyarból az egész irodalom történet az számos kiadásban megvolt ott abban a könyvtárban. Úgyhogy ott készültem minden vizsgára reggeltől estig. És az nagyjából elég is volt, hogy az illető anyagot átvegyem. Hát így tudtam úgy végezni az egyetemet, hogy végül a szakunkban évfolyam elsőként fejeztem be a tanulmányaimat. 68 végén felkérést kaptam arra, hogy legyek az Equinox magyar szerkesztője. Akkor indult az Equinox, akkor engedték meg, hogy diák folyóiratok jelenjenek meg, mind az iskolákban, mind pedig egyetemi körzetben. És én aztán az egyetem elvégzéséig szerkesztettem az Equinox magyar oldalait. Ez egy új világ volt, meg kellett tanulni a szerkesztői munkát, az még akkor ugye a nyomdával volt összeköttetésben, megtanultam, hogy milyen az a ólombetűs nyomda, technika, a tiszta fej munkája. Úgyhogy azt mondhatom, hogy mikor végeztem, én mindent tudtam, ami egy szerkesztőnek tudni kellett, és akár el is mentem volna egy szerkesztőségbe, csak éppen nem volt sehol szabad állás egy magyar szerkesztőségben sem. Még nem is fejeztem be a tanulmányaimat, amikor hívtak a tanszékre, nem is a dékáni hivatalba, hogy hát Kolozsvárt ugyan van 3 tanársegédi állás, de oda angol-magyar szakos nem tudnak felvenni, de Jászba lesz egy angol-magyar szakos asszisztensi hely, és oda én kapok ajánlást, elfogadom-e? Hát nagyon gondolkoztam rajta, azt mondtam, hogy hát ha más nincs, elfogadom, mert az álomnak is túl szép lett volna, hogy Kolozsvárt bármilyen állást kapjak. Gondoltam, majd onnan visszaevickélek Kolozsvárra. Elfogadtam az ajánlást, de amikor Bukarestbe összegyűjtötték a Románia akkori 4 egyetemén képzett összes angol szakost, ami az vagy 200-valahány embert jelentett, ezek mind média sorrendben voltak felsorolva, és ugyancsak annak a teremnek a másik ajtójára ki volt téve a 200-valahány állás, akkor meglepetéssel látom, hogy Kolozsvárt középfokú tanügyben van 4 állás. Ráadásul az egyikhez oda is írták, hogy Kulimba de Predare Magyare magyar tannyelvű osztályoknak szükséges ez az állás. Hát én akkor nem gondolkoztam, lemondtam a bizottság előtt a tanársegédi kinevezésemről,
és elválasztottam ezt a kolozsvári angol-magyar szakos középiskolai állást. Ez felében a volt iskolámban, az Adi Sinkályban volt, felében a 11-es liceumban, a mai Báthori gimnáziumban. Összesen 6 évig voltam a két iskola tanára. Akkor a 3-as számú liceumban még volt egy teljes angol katedra, és oda kértem az áthelyezésemet. És aztán közel 10 évig abban az iskolában voltam tanár, akkor aztán átkerültem a zeneiskola plusz Brassaiba, majd néhány év után a Brassaiba teljesen, ott is főleg az esti osztályokban, és a Brassainak voltam tanára több mint egy negyed századon át nyugdíjazásomig. Hát közben tudományos munkásságot is folytattam, Kristóf György egyetemi tanár pályájáról írtam doktori disszertációt, még 1981-ben megvédtem a dolgozatomat, megkaptam a doktori címet, ami akkoriban roppant nagy dolog volt, középiskolai tanárokból alig-alig akadt, akinek doktorátusa legyen. Nos, tehát megszereztem a titulust is, és ugyancsak akkoriban, 83-4-ben a Protestáns Teológiai Intézetben, aminek akkor még egyetemi fokú egységes Protestáns Teológiai Intézet volt a célja, átszervezték az oktatást. 4 évről 5 évre emelték a tanulmányi időt, és bevezették az első 3 évfolyamon a heti 2 órás magyar kurzust és szemináriumot. Ezekre az órákra aztán Erdő János, akkori rektor felkért engem, és vagy 2 évi húzavona után 84-85-ös tanév második felétől megkaptam a kinevezést, és attól fogva tulajdonképpen nyugdíjazásomig tanára voltam a Teológiai Intézetnek. Tulajdonképp a 90-es évekig én irodalomtörténészként kutattam, dolgoztam. A doktori disszertációm is irodalomtörténeti jellegű volt. Sajtó alá rendeztem néhány kötetet, akár a Téka sorozatban, akár a Romániai Magyar Írók sorozatban 2 antológiát, egy angol költők antológiáját Tenger és Alkonyék között, egy amerikai költők antológiáját Hallom Amerika dalát címmel. Ezek azt nem mind jelentek meg a 80-as években, hanem volt, ami átsúszott a 90-es évekre. Ilyen volt például a Shakespeare szonettek válogatott kiadása. Tehát dolgoztam, amikor csak tudtam, de többnyire mind eltevődött, a fiókban maradt a kézirat, és aztán a 90-es években ilyen formán bőven volt közölni valóm, kötet is, tanulmány is. Speciálisnak nevezhető kolozsvári vonzódásom az, mint talán azt hiszem mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy a házsongárdi temetővel indult. A lökést azt egy Borbát Károly nevű tanárom adta meg az egyetemen. Másodéven, egy fél éven át kötelezően Anglia történetét kellett, hogy tanuljuk román nyelven. Hát Borbát Károly székely volt, és olyan rosszul beszélt románul, hogy néha nagyokat kacagtak a kollégáim. Hát mi angol-magyar szakosok is, ugye románul tanultuk, mert azt az angol együtt tanulta. És nem is akart ő vizsgáztatni minket, hanem kiadta, hogy mindenki a szülő helyéről, városáról, falujáról, valamiről írjon egy kis történelmi dolgozatot. Azt adja be.
Hát mindenki szívesen írta, mert arra vagy 9-es, vagy 10-est kapott a tanártól. És én hát gondoltam, hogy a Hásongárdi temetőről írok. Mondtam neki, hogy erről írnék, hogy ne, nagyon jó, írja meg. Írtam egy a 40 gépelt oldalas dolgozatot. Hát nyilván nagyon örvendett, jó jegyet kaptam rá. És utána, kis gondolkodás után a Korunk főszerkesztő helyettese, Balogh Edgár hallotta, hogy én ismerem a temetőt, felkért egy helytörténeti szám számára, adjam le nekik ezt a temető dolgozatot. Balogh Edgár nagyon örvendett ennek a dolgozatnak, de a megjelentetése nehezen ment. Egy csomó személyről, akit én ott említettem, kiderítették, hogy ez pap volt, na, az nem mehet. Ennek a apja, testvére vagy fia kilógott külföldre, ez se mehet. Így megszűrték jócskán a névsort, de mégiscsak kiadta Balogh Edgár ezt a Hásongárdi Pantheon című dolgozatomat, és meglepő volt a visszhangja. A temető történetét aztán újra feldolgoztam a 90-es években, egy budapesti kiadó kért fel egy album szövege megírására, aztán ott elmaradt végül is a kiadvány megjelentetése, úgyhogy itt felajánlottam a Stúdium könyvkiadónak, és az jelentette meg a Tört kövön és Porladó kereszten című kötetet 1997-ben. Hát ennek jelenleg az 5. teljesen átdolgozott kiadása van forgalomban. Egy Gránic Miklós nevű budapesti fényképész 2-3 évig fényképezte a temetőt, és megkért, hogy írjak a fényképeihez kísérő szövegként egy könyvnyi anyagot. Így született meg az Örök Hásongárd című kétkötetes nagy album, gyönyörű minőségű színes illusztrációkkal, térképekkel. Ennek az újdonsága az, hogy itt századonként veszem a temető történetét. Tehát még a Törtkövön és Porladó keresztben parcellánként mutatom be, hogy ki nyugszik abban a parcellában, kis séták formájában, addig itten kezdem a 16. század végével, és úgy jutok el a 20. század végéig a temető fejlődésével, korszakaival, építészeti stílusaival, és természetesen az illető század halottainak bemutatásával. Ez az 1840-es évekből való kő a Hilf híres kolozsvári órás családnak a köve, amelynek a tetején egy urna található, és a Hilf felirat. A 80-as évektől elég gyakran főleg magyarországiak, de később még Amerikából érkezettek is, nem beszélve a helybéliektől, fel-fel kértek temetősétáik vezetésére. Hát én szívesen eleget tettem ennek, de aztán amiután egy amerikai párt végigvezettem a temetőn, azután rám szállt a Securitate, és egy pár napos kihallgatás után szigorúan megtiltották nekem, hogy temetősétákat vezessek, közölték velem, hogy az állam azért tart engem, hogy tanítsak, nem pedig, hogy temetőt mutogassak. Az nem az én feladatom, azt hagyjam a turisztikai vállalatra. A második lökést pedig a helyismeretben a Magyar utca adta. Én 1979-ben megnősültem, a feleségem dr. Magyari Viola, és anyósomnak a háza az pont a Szentpéteri templomra nézett. Annak a bal oldalán volt az ablakon, kinéztél, láttad a gótikus ablakokat. És 82-3-ban
elkezdték bontani a Magyar utcát, elkezdték bontani a Hóstátot. És akkor jött ez az ötlet nekem, hogy itt egy tradicionális negyedet, egy csomó régi házat lebontanak, ezt meg kell valahogy örökíteni. Akkor az volt a terv, hogy egészen szinte a főtérig, az unitárius templommal szemben lévő épületekig mindent lebontanak, és hát fájt nekem ez, hetente többször végigmentem ezen az utcán, és akkor jött ez az ötletem, hogy a korunktól kérjek egy ajánlást, hogy engedjenek be a telekkönyvhöz. És kaptam egy ilyen ajánlást, ez elég volt ahhoz, hogy a törvényszék elnöke, akkor oda tartozott a telekkönyv, beengedjen oda. És én kitanultam a telekkönyvi összes titkot, és vettem az egyes számtól a Kossuth Lajos utcát, az egész mai december 21 sugárutat, és házról házra ment, mindegyik telekkönyvből kiírtam az összes bejegyzett építkezést és az összes tulajdonos változást egész az államosításig. És ebből 5 füzet telt ki, 5 rendes füzet, mindegyik háznak van 2 oldala, mindegyik házszámnak. Ez egy óriási kincsestárrá vált, és akkor ezt még kiegészítettem levéltári kutatással, és aztán végig asszisztáltam, ahogy valósággal elpusztítják ezt a negyedet, ezt az utcát, és ez az értékes anyag, amit aztán én megszövegeztem, és Magyarok utcája címmel elkészítettem, hát ez nyilván a 80-as években nem jelenhetett meg. De rögtön 91-ben leadtam az újjáalakult Erdélyi Múzeum Egyesületnek, és ez az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban aztán 94-ben közzé is tette ezt a munkát, és ennek is óriási sikere, visszhangja volt. Nos, ezzel, hogy a temetőt feldolgoztam, és a sok halottot, az mind Kolozsvárral kapcsolatos volt, hogy megírtam a Magyar utca történetét, ezzel én már Kolozsvár múltjába jócskán beledolgoztam magam. Úgyhogy Kántor Lajos felkért engem, hogy írjak egy olyan úti könyvet Kolozsvárról, amelyik a magyar múltját a városnak bemutassa. És így született a Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz című város ismertető kötetem. A következő években aztán egyre inkább átváltottam a helytörténetre. Úgyhogy ennek alapján aztán, mikor jöttek az egyetemtörténeti évfordulók, az alapítás 125. évfordulóján emlékünnepséget rendeztek Kolozsvár, és felkértek engem, hogy egy emlékkönyv részére írjam meg az egyetem történetét, és aztán így született az Egyetem a Farkas utcában című kötetem, amelyik eddig 3 kiadást is megért. A másik tevékenységi területem aztán az iskola történet lett. Én Kolozsvár 3 híres magyar iskolájában tanítottam, vagy talán 4-ben is, ha beszámítjuk az Adissinket. Hát mindegyiknek kutattam a történetét, mindegyikről írtam is kisebb-nagyobb tanulmányokat, de leginkább a Brassai Sámuel Liceumnak, illetve a megelőző unitárius kollégiumnak a történetét taglaltam. A végén ezt ennek a 20. századi történetét mondhatni nagyon alaposan feldolgoztam levéltári anyagok, évkönyvek alapján, és ezt Szabó Árpád akkori püspök kérésére egy kötetbe is összegyűjtöttem, és így készült el a Fejezetek a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből című összefoglaló munka, amely mindmáig kézikönyv az iskola tanárainak és diákjainak az iskola múltjáról. Vagy 40 éve jogot kaptam arra, hogy itt a tanári olvasóban forgassam a könyveket, folyóiratokat, mikor mit kutatok.
sok-sok órát töltöttem ebben a könyvtárban. Ha valaha össze lehetne számolni, hogy mennyit, azt hiszem, hogy éveket tennek ki, mert a kutatás időt igényel. Régebb még pályám elején bizony még írni is itt írtam, akkor, amikor még nem volt megfelelő lakásom és íróasztalom. Most már itt csak az adatgyűjtés folyik, és aztán, mikor összegyűlt a kellő mennyiségű jegyzet, akkor otthon dolgozom fel őket. Ez a Születtek Kolozsvárt című kötetem, mondhatom, hogy egyik legkedvesebb kötetem, és az egyik legtöbb munkát igénylő mű, mert hiszen vagy 7 évig dolgoztam rajta, amíg nem is 18, mert vagy 24 híres kolozsvári szülöttnek feldolgoztam az életrajzát egy-egy tanulmányba. Abból 18 került be, mert nem bírta a terjedelem a több munkát. És itt Kolozsvár legnagyobb szülöttjeinek mesélem el az életrajzát. Nem tudományos igénye, hanem inkább dokumentum szerűen, és ami a legfontosabb ennek a kötetnek a függelékében, először olvasható a majdnem teljes névsora Kolozsvár nagy szülöttjeinek. Tehát ABC rendben meg lehet őket keresni, a pontos születési dátummal már, ahol ez kikutatható volt. Mikor betöltöttem a 60. évemet, akkor úgy döntöttem, hogy készülök nyugdíjba, és 61 évesen el is mentem, úgyhogy most már 10 éve vagyok nyugdíjas. Úgy éltem, hogy többet tudok tenni a tollammal, mint a tanítással. Tanítani még sokan tudnak, de azt, amit én megírok, azt nem biztos, hogy más is meg tudja majd írni. Úgyhogy elég sok könyvet sikerült ez alatt, az idő alatt összehoznom. Olyan 30 körül van már a kötetek száma. És még egyért volt fontos ez, hogy nyugdíjba menjek, hogy tudjunk utazni. Már a 90-es évek elején rájöttem, hogy nagyon szívesen olvassák az emberek az útleírásokat. 93-tól kezdve szinte minden évben legalább egy útleírást közöltem a Szabadságban, de amióta nyugdíjasok vagyunk, azóta évi 2 vagy még több leírásom jelenik meg. Nem gondoltam arra, hogy valaha is ebből kötet szülessen, de Unipán Helga, a Pólisz könyvkiadó vezetője egyszer csak felhívott és megkérdezett, hogy nem volnék hajlandó ezeket összegyűjteni, kötetbe rendezni, mert ők szívesen kiadnák, és így született meg a tavalyi impresszummal, de az idén tavasszal megjelent Keresztül Kasul a nagyvilágban című 2 kötetes, 29 útleírást tartalmazó munkám. Hát mostanság, hogy mivel foglalkozom, főleg helytörténettel, szeretném megírni a családom, főleg a gyergyai család történetét. Ez egy óriási munka lenne, és tulajdonképp átfogná az 1700-as évektől a 21. századig a család történetét. Sajnos azt kell mondjam, hogy 1979-ben az utolsó gyergyaiak is távoztak Kolozsvárról, és ma már gyergyai nevű a mi családunkból nem is él Kolozsváron, mint távol Németországban folytatódik a család, sőt, azt mondhatom, hogy a Gál család is csak Norvégiában és Svédországban bír folytatókkal. Tehát mindkét ága a családnak oda kikerült. Ez azért is szomorú, mert 90-es évek elejétől meglehetősen
sok küzdelemmel, harccal, néhány perrel sikerült valamennyi földet visszakapni az apai örökségből, valamennyi házrészt, lakást visszaszerezni a gyergyai anyai örökségből, és hát nagy gond, hogy kikörököljék, ott vannak a házsongárdi sírok is. Hiába örökli valaki is a családból, de hogyha nem él itt, hát nem tudom, hogy mennyi ideig fogja tudni használni ezeket a dolgokat, megőrizni őket. Úgyhogy egy kicsit úgy érzem, hogy olyan szélmalomharcot folytattunk, hogy sok mindent nem sikerült megszerezni, de amit sikerült, annak se látom a perspektívikus jövőjét, sorsát, hogy mi lesz ezekkel a dolgokkal, de hát az volt az elvem, hogy amit csak lehet, azt vissza kell szerezni, hiszen a nagyszüleim nem azért küzdöttek, és nem azért gyűjtötték be, amit egy életmunkája során megszereztek, hogy mi hagyjuk most elveszni. Valószínűleg egy jó részük az itteni egyházakra, intézményekre fog idővel maradni.